Használaton kívüli lerobbant fűtőházból létesítettek multifunkcionális szociális központot Szatmárnémetiben. Ez a szociális lakások közelében található, éppen ott, ahol a leginkább szükség van a segítségre. Hátrányos helyzetű családoknak és fogyatékossággal élő gyerekeknek nyújt segítséget a szatmárnémeti Osztróvulúj utcában felépült szociális központ. A 6,8 millió lej összértékű beruházást Európai Uniós támogatásból valósították meg. Kereskényi Gábor polgármester szerint fontos, hogy ne segély alapú szociális rendszert működtessenek, hanem abban segítsék az embereket, hogy saját lábukra állhassanak. Mára elértük azt, hogy ott tartunk, hogy Szatmárnémetiben a 10 évvel ezelőtti több mint 2000 szociális segélyes helyet jelen pillanatban 53 szociális segélyest tartunk számon, és ez elsősorban annak köszönhető, hogy ahhoz a feltételhez szabtuk az önkormányzati segélyek kifizetését, hogy dolgozzanak, illetve a gyermekeiket járassák iskolába. A szociális központot úgy alakították ki, hogy rehabilitációs és fizikoterápiás kezeléseket is végezhessenek, de lehetőség lesz pszichológiai tanácsadásra, vagy éppen mosásra, tisztálkodásra is. A személyzet jelentős részét a pedagógusok teszik ki, akik az iskola utáni foglalkozásokat irányítják. A gyerekek majd idejönnek iskola után, segítjük őket a házi feladatok megírásában, ezt tartjuk az egyik legfontosabb feladatunknak, és ez már jól működik egy másik központunkban, az Alter Egóban is. Ott étkezést is biztosítunk, itt azonban nem fogunk, mert azt különböző civil szervezetek oldják meg. Az épületben helyet biztosítanak a Down-szindrómás gyerekekkel foglalkozó Langdon Down Egyesületnek is, így hamarosan mindegy 130 személy veheti igénybe a központ szolgáltatásait.